A várandós anyáknak a terhesség ideje alatt több alkalommal kell ultrahangvizsgálatra menni, minél később vállalják az első gyermeket, annál több veszélye lehet a terhességnek. Az első gyermeküket vállaló európai nők átlag életkora 2019-ben 29,4 év volt. Ennek az lehet az oka, hogy sokan előbb saját egzisztenciájukat szeretnék megteremteni, így a gyermekvállalás is kitolódik. Ez azonban a leendő édesanyára és születendő gyermekére nézve is sokkal rizikósabb lehet. Én azt gondolom, hogy a felgyorsult világunkban, tehát nyilván mindenki számára fontos egy karrier, van egy elképzelt életút, és mindenki próbálja azért időben beépíteni a gyermekvállalást ebbe az életútba. Én azt gondolom, hogy mindenkit arra biztatunk, hogy amikor az az élethelyzet elérkezett, hogy úgy látja, hogy nyugodtan tudnak gyermeket tervezni és vállalni, minél hamarabb tegyék meg a hölgyek. Nyilván vannak olyan szituációk és olyan betegségek, amikor, ha későbbre tevődik a gyermekvállalás, fokozottabb a kockázata számos kromoszomális hibának, illetve betegségnek, tehát minél korábban vállaljunk gyermeket, annál inkább biztonságosabban lehet kiviselni a várandóságot. Az életkor előre haladásával az életmódunk szépen lassan kikezdi a szervezetet. A nem megfelelő táplálkozás, a mozgásszegény életmód, a környezeti hatások mind-mind negatívan hatnak a leendő várandóságra. Az elmúlt évtizedekben az orvostudomány mellett a diagnosztikai eszközök is sokat fejlődtek. Biztonságosabban kihordható 35 év felett is az újszülött, mint korábban, de a kromoszóma rendellenességek mellett a nők is fokozottabban kivannak téve egyes elváltozásoknak. Nyilván azért egy idősebb korban vállalt várandóságoknál fokozottan oda kell figyelni cukorbetegségre, magas vérnyomásra, egyéb olyan elváltozásokra, amelyek azért fiatalabb korban kevésbé tetten érhetőek. Tehát a várandós gondozást néző szakembereknek feladata, gondolunk itt védőnőkre, szakorvosokra, szülésznőkre, hogy kiszűrjék azon eseteket, amikor tényleg egy korábbi vizsgálatra van szükség, egy élettani terhességhez képest, hogy megakadályozzuk azt, hogy az idősebben hölgyeknél előforduljanak ezek a betegségek, elsősorban itt tényleg vérnyomás problémákra, kiugró cukorértékekre gondolunk, de az anyai életkornak a növekedése elsősorban a magzati kromoszomális hibáknak az előfordulása. Az ideális életkor a szülésre minden nő életében eltérő lehet, hiszen több tényező is befolyásolja. Abban azonban a legtöbb szakember egyetért, hogy a testünk számára mindenképpen a 35. életév előtt lehet előnyös egy várandóság. Ekkor van a legnagyobb esélye az anyának és a babának a stresszmentes áldott állapotra.